Norvégia a skandináv térséggel együtt a világ legfejlettebb országai közé tartozik. És gyönyörű a természeti adottságai miatt. Zuhogó vízesések, sziklafalak, fjordok, szigetek ezrei és kristálytiszta források. A következő részekben elmeséljük nektek élményeinket, látni fogjátok, amiket láttunk és tapasztaltunk. Így reméljük, hogy ti is jobban megismeritek ezt a fantasztikus országot. Hotelből. Elhagytuk Kiruna városát is, és egyenesen Norvégia felé tartunk. De előtte talán még, hogyha úgy alakul, megállunk Abiszkónál, az utolsó svéd megállónknál. Egy gyönyörű úton mentünk keresztül, a svéd lapföldön, egészen a norvég határig. A fák már őszi színekben voltak körülöttünk. Előttünk pedig már látszottak a havas hegyek. Akárhova néztünk, mindenhol gyönyörű szép volt a táj. És ez itt már Abiszkó, az utolsó svéd megállónk, mert ezután Norvégia következik. Átléptük a határt Björnfellnél. A táj egyik pillanatról a másikra megváltozott, hiszen a síkságok után körbevettek minket a hegyek. Megláttuk az első vízesést. Ilyen vízesésből később rengeteget láttunk, de ezt ekkor még nem tudtuk. Folytattuk az utunkat Narvikig, ahol egy éjszakát aludtunk, majd reggel korán útnak indultunk. Gyertek, nézzük meg itt az emlékművet Narvikban. Ez az emlékmű azért született, hiszen volt itt Narvikban 1940-ben egy csata a II. Világháború idején, és a németek megszállták ugye Norvégiát, és el akarták foglalni Narviknak a kikötőjét, mivel azért volt erre szükség, hogy legyen télen is hajózható hajós kikötőjük, hogy elhordják Kirunából, ugye, ahol előzőleg is jártunk, a vasércet, mivel nagy szükségük volt erre, és a Botani öblön keresztül hordták eddig el, ugye, Kirunának volt a Botani öbölhöz, Luleóhoz egy vasúti összekötetése, oda hordták le a vasércet, és hát el tudták hajókon szállítani. Viszont télen a Botani öböl az befagyott, és kellett nekik egy olyan város, aminek ugyancsak van vasúti összekötetése. Így született ez az ötlet, hogy jönnek és elfoglalják Narvik városát. Ezek után megnéztük, hogy mikor indul a komp. Ezt mindjárt ki fogom fejteni, hogy miért is komppal megyünk. Megyünk a komphoz, de most éppen megálltunk egy parkolóba, WC-re. Képzeljétek el, hogy azon az útvonalon, amerre most jövünk, nem lehet máshogy átjönni, csak komppal, mert egyszer csak megszűnik az út. De csúcsforgalomban nagyon sűrű jár, 40 percenként. Nem tudjuk, hogy mennyi az ára, de majd ott kiderül. Ma Narvikból indultunk el a kompig. Skarbergetig kell mennünk. Ezen a térképen láthatjátok, hogy a kompon kívül más lehetőségünk nincs az átjutásra, hogyha Norvégia nyugati részén akarunk keresztül menni, hiszen egyszer csak megszűnik az út. Ilyennel is rengetegszer találkoztunk utunk során, de mivel minden nagyon pörgősen megy, észre se veszed. Tovább indultunk a parkolóból. Ezen a gyönyörű szép tájon mentünk keresztül, és ilyen hidakon keltünk át a fjordokon. Még ezeken a harmadrendű utakon is tükörsima volt az aszfalt. Megérkezünk a kikötőbe, és most kb. Fél órát kell várnunk, mert éppen az előbb ment el ez a
komp. Tiszta halszakban, meg sós víz. Megmutatom a térképet. Megérkezett a komp, nem is kellett olyan sokat várni. Valószínű majd a fizetés online fog megtörténni. Rendszámot feltöltjük, meg a bankkártya adatokat, és ők meg levonják. Felszálltunk a kompra, és 20 perc alatt átvitt minket a túloldalra. Minden nagyon gördülékenyen ment, aztán mindenki folytatta az útját. Itt vannak a bárányok az úton! Rengeteg érdekes formájú hegyet láttunk. Ez például nekünk úgy nézett ki, mint egy vasaló. Aztán rengeteg alagúton mentünk keresztül. Egy kisebb szakaszon volt kb. 10 darab. Ha ezeket nem építették volna meg, úgy nem lehetne közlekedni. Idefele jövet, a norvég vidéken jöttünk végig lefele délnek, Narvikból, Moé Irána irányába, és rengeteg alagúton, hosszabb, rövidebb alagúton jöttünk keresztül, rengeteg fjordot, tudjátok, a hegyek közé beszörült tavakat láttunk, és itt mögöttem egy nagyon sebes folyású patak van, és van egy vízesés is, talán halljátok is ezt a folyamatos vízzúgást, ezt fogjuk most megnézni. Annyira friss itt a levegő, 14 fok környékén van egyébként most így délután, és egyszerűen átjári a szervezetünket ez a gyönyörű, finom, tiszta levegő, és most oda le fogunk menni. Elmentünk sétálni az erdőbe, majd egy idő után odaértünk a sebes folyású folyóhoz. Nagyon jól nézett ki fentről, és lentről is. Rajtunk kívül senki nem volt sehol. Csak a természet és mi. A folyó mellett találtunk egy autóroncsot. Ilyen autókkal az 50-es években jártak, de azért fura volt ilyet az erdőben látni. Egy kis pihenő után tovább indultunk a folyó mentén, szívtuk a friss levegőt és csodáltuk a tájat, ami teljesen lenyűgözött minket. Megérkeztünk az északi sarkon, srácok! Mi ettől a ponttól sokkal északabbra is jártunk, ugye Narvik az nagyon északon van, még Kirunánál is feljebb. És most el fogunk menni az emlékműhöz. Ez itt egyébként egy látogató központ, ahol van ingyen wifi, étterem, szuvenírbolt. Minden nap este 6 óráig van nyitva, sajnos már bezárt, de minket ez amúgy sem érdekelt, hanem szerettünk volna eljönni erre a pontra, és megnézni ezt az emlékművet, ha már egyszer eljutottunk ide. Ez itt az emlékmű, itt vagyunk, megfogdossuk, így. Itt vagyunk, ide értünk, úgyhogy tök jó. És hogyha oda átnéztek, akkor ott van hó, még tavalyról, és itt fönt pedig, és itt fönt, itt, tele van ilyen kő oszlopokkal. Ide építették az emberek. Építsünk mi is egyet, csak nincs kő. Ez itt a mi kis kő oszlopunk. Itt fog egyensúlyozni. Szépen. Így. Ez itt marad. És nem vadkempingezést terveztünk itt a parkolóban,
hanem haladunk tovább Mo-Iránába. Gyertek! A következő részben folytatjuk.